Sziasztok mindenkinek! Ma április 11 hétfő van, és arra gondoltam, hogy elviszlek magammal titeket, méghozzá a Tesco-ba, ugyanis rengeteg mindent, jó, egy pár dolgot szeretnék venni, szóval ez egy picit ilyen live shopping lesz. A telefonom nincs feltöltve, szóval nem készültem erre a videóra, de azt gondoltam, hogy miért is ne. Itt a pici listám, amit vennünk kell, az tojás, tejfő, péksütemény, Marcinak nadrág, 10 pici kicsi tojás, de nem Kinder, ez nagyon fontos, 5 nagy tojás, vennem kell még ajándékok a gyerekeknek, jön haza a húgom és a családja, és van 2 kisfia, illetve várja a 3. babáját, szóval neki is szeretnék valamit venni, úgyhogy arra gondoltam, hogy a Tesco-ba fogunk egy kicsit körbenézni, és lehet, hogy bemegyünk a Pepco-ba is, meglátom. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Na, indulás haza. 12:30 lesz, otthon megmutatok mindent. Hazaértem, kipakolok, aztán mutatom, hogy miket vettem. Na, sikeresen kipakoltam. Összesen 2 boltban jártam, a Tesco-ban és a Pepco-ban. Itt vannak a blokkok. A Tesco-ban 17.428 forintot költöttem, a Pepco-ban pedig 9.365 forintot. Na, itt van kipakolva az áru, összesen 26.795 forint, de a legtöbb dolog igazából ajándék, amiket ajándékba vásároltam. Azt nem tudom, mondtam a videó elején, hogy jön haza a húgom. Ő egyébként Győrben lakik, és egy évben kb. Egyszer szoktunk találkozni, és akkor szoktunk venni a gyerekeknek. Ő is vesz az én gyerekeimnek, én is veszek az övéinek, és megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, tehát engem is felhívott ma, hogy mit szeretne Vivike, Marci, és én elmondtam, hogy mit szeretnék, mert így legalább nem az van, hogy mellé lövünk, és ő is elmondta, hogy mit szeretnének az ő gyerekei, 2 fia van, és egyébként most várja a 3. babáját, úgyhogy már a pici babának is vettem, mert már nem fogunk találkozni, mert júniusban fog szülni, és már nem fogunk addig találkozni, úgyhogy nem kapcsolok fényt, úgyhogy, de közben itt beborult, és dörög az ég, közben a szomszédban a felújítás van, úgyhogy kopácsolnak, fúrnak, faragnak, úgyhogy lehet, hogy bele fog hallatszani ebbe a videóba. Na, lőttem egy kis fényt, úgyhogy igazából lesz benne egy-két ilyen kaja is, mert ha már ott vagyok a Tesco-ban, akkor nyilván körbenézek, és lesz egy-két meglepi magamnak is. Szerintem kezdjük is el. A Tesco-ban eddig van a láthatatlan fal, tehát ez itt 17.428 forint. És akkor miket vettem? Mondom, hogy kopácsolás lesz. Okés, szóval kezdjük hátulról. A macskák kaptak egy friskiszt, ez akciós volt. És tudom, hogy annyira nem szeretik a friskiszt, de ez egy új fajta, és remélem, hogy ízleni fog nekik, mert most egy ilyen nagyon no-name macskakaja van itthon, és azt nem eszik, úgyhogy vettem nekik egy friskiszt. Illetve tesómnak a megszületendő gyermekének, ő egyébként egy kislány lesz, vettem a Tesco-ba, ez a baba részlegem volt, de szerintem annyira édes, meg annyira kis puha, egy ilyen, hát mi lesz, jeges medve? Talán jeges medvére hajaz, és el fogom mondani az árakat, mert nem titok, meg igazából mire ez a videó felkerül, már réges-rég odaadtuk neki ezeket az ajándékokat, ez 2000 forint volt, és le volt akciózva, szerintem nagyon jól néz ki. Kapott még egy ilyen zokni szettet,
nullától 6 hónapig, 6 pár kis zokni van benne, 1400 forint. Oké, és ha már ott voltam a Tesco-ba, vettem egy hagymakarikát, ezt nagyon szereti Vivike főleg, de Marci is, egy tószkenyeret, 12 darabos gofrit, és egy mini croissant, nem tudom ebben hány darab van, de a gyerekek nagyon szeretik ezt a fajta croissant, és 200 grammos, 500 pár forint volt, ezt tudjátok úgy iskolába indulás előtt, óvi előtt szoktak így falatozgatni, és hát vettem epret, nagyon jó árban volt, fél kiló 600 forint volt, és nem tudom, hogy láttátok-e azt a videót, amikor itt a faluban vásároltam, már aki megnézte, vagy még nem is töltöttem föl, fogalmam sincs, hogy jönnek sorba a videók, de szerintem azt már láttátok. Itt a faluban 1700 forint az eper kilója, ez pedig 1200-re jön ki. Már bánom is amúgy, hogy miért nem vettem még egyet, lányos zavaromba egyet vettem, csak na mindegy. Mert nálunk egy ilyen fél kiló eper egy evésre elfogyik. Amit ajánlottatok még, és remélem, hogy jót választottam, nagyon sok videóba írta, lehet, hogy ugyanaz az ember, de lehet, hogy több is, hogy a Tesco-s almaszörpöt próbáljuk ki. 500 valahány forintra jön ki, mert ez üveges, ugye betétdíja van, és mióta a Lidlben nem lehet kapni azt a finom almaszörpöt, azóta próbálok keresni valami alternatívát, és szerintem ez jó lesz, úgyhogy ezt vettem még, a gofrit mutattam, vettem egy tojást, ha már ott vagyok, ugye nem soká jön a húsvét, egy hét legyen itthon, és vettem még a kisbabának egy ilyen popsitörlőt, egy ilyen Pampers popsitörlőt, és a hugomnak, a két kisfiának vettem egy-egy választott legót, tehát a nagyobbik gyerek kapja ezt a Lego Ninjago-t. Ezek 3800 forintosak voltak, és ez nem a legkisebb Lego, hanem tudjátok, ezek a közepes méretűek, és egy Lego City-t a kisebbnek, ebbe is elég sok minden van. Úgyhogy ezt kapják a fiúk. Én kapok holnap reggelre, vettem egy zsömlét, 33 forint, ez lesz a reggelim. Na és akkor egy kis nyalánkság. Ez az 5 nyuszi boci, vagy boci nyuszi. Ez a locsolóknak lesz, tehát úgy lesz, hogy a párom meg fog locsolni minket Vivikével, akkor Vivike ad egyet a páromnak, illetve Marcinak. Engem is meglocsol a párom, kap tőlem egyet, illetve Marci. És a nagypapa meglocsolja Vivikét, akkor ő fog kapni egyet. Úgyhogy így ezt így a fiúknak vettem igazából. Természetesen még nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, a múltkor vettem én, mert ha már így a húsvétnál tartunk, 2 darab kinder nyulat, és most én úgy tudom, hogy ez nincs benne a rossz termékek között, ugye gondolom hallottátok, hogy mi van most a kinderekkel, és most nagyon olcsón adták a Tesco-ba is, tehát a Chocobons, meg minden olyan szinten le volt akciózva, de hát senki nem veszi, hát nyilván. Úgyhogy én ez úgy tudom, hogy nincs benne, ezt én nagyon, hát egy 3 hete vettem a Lidlbe, illetve, hoppá, ezek a tojások lesznek ugye eldugva a kertbe, a kertet meg fogom osztani egy szalaggal, és tojáskeresést csinálok a gyerekeknek, tehát ugyanúgy Vivikének is jut belőle, és Marcinak is, és Marcikám természetesen ő már nagyfiú, úgyhogy kap tőlem egy kis locsolópénzt is. Igen, ez lesz a locsolóké, és 10 nyalóka van, ezt nem a gyerekeknek vettem, nem az én gyerekeimnek, hanem ezt az óvodába vettem, meg is mondom, hogy miért, mert lesz locsolkodás az óvodában, a tavaszi szünet után, viszont az óvoda kikötötte, hogy csak olyan csokit lehet bevinni, ami nem tartalmaz allergén dolgokat, mint például a földi mogyoró, és én nézegettem ezeket a csokikat, fordulok már, szóval olyan csokit szerettem volna, mint mondjuk ez, hogy mondjuk ebben vannak kis csokik, ugye 10 fiú van az óvodában, tehát Vivikét, hogyha meglocsolja az a 10 kisfiú, akkor hogy Vivika adjon 10 picit tojást. Hát én amiket néztem tojásokat, hát a kinderen kívül ezek ilyen nagyon, hát ilyen gagyik voltak, na, ilyen gagyi csokisak voltak, ami meg jó lett volna, az kinder volt, vagy pedig volt ilyen, nem is tudom, Milka volt talán, 1000 forintért egy kis zacskó, nem tudom hány csoki, tehát ez az, hogy nem láttam bele, hogy hány csoki tojás van benne, mert szerintem nem volt benne 10, úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben nincsen földi mogyoró, mindenki kap egy nyalókát, aki meglocsolja a Vivikét, ezek 79 forintok voltak, úgyhogy a 10 nyalóka az
800 forint, úgyhogy Vivike ezt fogja osztogatni az óvodában, ő lesz a cukros néni, amikor meglocsolják majd a fiúk. Mintam a legtöbb kislány úgyis valami csokit visz, de ugye most nyilván a Kinder az, ami a legjobb lett volna a Chocobons, de ugye most emiatt a mizéria miatt kiesik. Úgyhogy ennyi volt a Tesco-s részleg, és hát jöjjön a Pepco, ó Istenem, az a Pepco, halljátok? Nem tudom, nem akartam bemenni a Pepco-ba előbb, mert mondom, megvettem mindent a gyerekeknek, okés, de hát csak visszahúzott a szívem, szóval kimentem a kocsihoz, lepakoltam a Tesco-t és visszaballagtam a Pepco-ba, és nagyon-nagyon jó ruhák vannak meg cuccok, úgyhogy most magamnak is vettem egy-két dolgot, úgyhogy mutatom is. Na most így leszünk egy kicsit, először is, képzeljétek, a macskákat is megajándékoztam most, mert már olyan régi a tányérjuk, és le akartam cserélni, szóval kaptak egy tányért, egy-egy tányért, nem tudom, látjátok-e, 470 forint, és ugye ez a csúszásgátlós tányér, szóval kaptak egy-egy tányért a macsekok, úgyhogy nem soká majd megettetem őket, és majd ebbe fogják kapni. Vettem még, az két darab kés. Nem is mutogatom sokáig, nehogy a YouTube éles tárgynak vegye, vagy fegyvernek, és kés készlet. Az, hogy mennyire jó, meg mennyire nem tudom. Éles kés 320 forint, és nézzétek, ugyanolyan színű, nem látjátok, te látjátok, mint a konyhám, ezért tetszett meg, úgyhogy vettem két darab kést. Amit vettem még, ezt a megszületendő kisbabának vettem, 600 forint volt, és két darab, mi ez? Nem, ilyen textilpelenka, azt hiszem, tán, fú, de rég volt már, tán igaz sem volt, tetrapelenka két darab, ilyen csajos színben vettem, ugye büfisztetéshez, meg stb. Illetve vettem egy ilyen mini egeres tasakot, 190 forint, ugye ebbe rakom majd bele az ajándékokat. Na, akkor össze is rakjuk ebbe a szatyiba, tatyúba, megnézzük, hogy befér-e az ajándék, majd le kell szedni az árakat természetesen. Így, hogy kilóg a feje, tök jó. Így. Hopp. Hopp, úgy. És akkor magamnak jön egy kis ajándék, zokni. Uh-huh. 35-től 38-ig 700 forint, és 5 pár van benne, és tudjátok, ezek ilyen bokazoknik már a tavaszi sportcipőhöz, meg ne látszódjon ki, úgyhogy mindenféle szín van benne, szerintem jó lesz. Amit vettem, egy pici kis dekoráció, azt nem bírtam ott hagyni. Nézzétek, milyen jól néz ki, ilyen kis kerámiában van, és 320 forint, ilyen kis művirág, ilyen kaktuszszerűség, amúgy volt ilyen zöld, és ez a kis, hát ilyen bordós, nagyon megtetszett, nem tudom, lehet majd odarakom az íróasztalhoz, vagy valahova rakom, de az ilyeneket nagyon-nagyon szeretem, szerintem aranyos. Vivike kap egy csomag hajgumit, és mutatom nektek, itt van a kezemen ez a fajta hajgumi, tudom, hogy mennyire látjátok, ez ilyen gumis anyagú a Pepco-ba, ez nem fogja meg a haját, tehát mindig kicsúszik neki és szorítja, és ugye a múltkor ilyeneket vettem, és nem szeretjük, ezért mindenképpen ilyen kis puha pamutot szerettem volna, ilyen kis csajos színben. És képzeljétek, magamnak is vettem kettő hajgumit, az egyik az ilyen szedbe volt, 390 forint, és tudjátok, ez ami most divatos, ilyen masnis hajgumi, és van hozzá egy retro, ilyen bársony hajgumi. Remélem látjátok, tehát itt van az egyik, ez ilyen kis fényes, és a retro bársony. És ez is, hát ez nagyon megtetszett, mert ugye akkor ez ilyen, ez is ilyen masnis, 240 forint, olyan apróság, de annyira tud neki örülni az embernél, hogy egy picit így a szetteket fel fogjuk dobni. Úgyhogy ezt mindjárt meg is mutatom nektek, már csak kíváncsiságból. Nyilván ezt sose fogjátok látni, mert nem hátul fogom mutatni a fejemet, de szerintem, ha valaki más látja, akkor jól néz ki. Na, nem tudom, hogy mi látszik, hogy látszik. Én beleraktam ide, remélem jól raktam bele. És egy kis elcsábulás. 600 forint volt, hát nem egy ökör ára, de mostanában unom már a fenis fülbevalómat, azt a nagy, tudjátok, karika, és van benne egy ilyen kis hógolyószerűség, egy ilyen gyöngy. Valahogy ezt most túl soknak érzem így nyáron, meg itt tavasszal, úgyhogy ilyen egyszerű kis fülbevaló szettet szerettem volna. 600 forint, én nagyon bírom a bizsút, sőt, amúgy van arany fülbevalóm is, meg ezüst is, azt hiszem,
én a bizsút szeretem a legjobban, mert az bármihez fel tudom menni és kombinálni, és ha véletlen elhagyom, akkor sincs gond, mert 150 forintra jön ki egy pár. Úgyhogy ebben van mindenféle minta, és biztos, hogy sokat látjátok majd a videókban ezeket a fülemben. És akkor még Vivike, ő kapott egy ruhát, ez pedig 4-től 5 évesig, és nagyon megtetszett, mert nagyon jó kis pamut az anyaga, ilyen kis egyberuha, kis tavaszi már, és remélem fel fogja venni attól függetlenül, hogy kék színű, és szerintem ez jó lesz rá, pedig 1550 forintba került, nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon aranyos. És Marci kapott 2 nadrágot, ez 134-es pepkós, 1550 forint, ez egy egyszerű szürke nadrág, én már olyat akartam most venni, ami nem bolyhos, tudjátok belül, tehát nem ilyen meleg, hanem ilyen vékonyabb anyagú. Szerintem, hoppá, szerintem ez jó lesz rá. Vettem egy ilyen sötét szürkét neki, ebből nem volt 134-es, csak 140-es, de nagyjából összemértem a szárukat is. 1-2 centi van köztük különbségbe, 1550 volt. Hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Egyébként tegnap voltak, illetve hétvégén voltak a glamour napok, ezt csak úgy megjegyzem, semmit nem vettem, újságom se volt. És képzeljétek el, ezt elmondom, aztán le is zárom ezt a videót, a praktikerből akartam rendelni csempét, járólapot, ugyanazt, ami itt a konyhában és az étkezőben van, mert hogy májusban kezdenénk a felújítást a nappalinak. Sztori, szerdán felnéztem, 3000 forint volt négyzetméterre, mondom, megvárom a glamour napokat, a csütörtöket, mert mondom, lejön belőle a 20%, ugye? Hát képzeljétek el, nem, hogy nem jött le belőle a 20%, hanem 5000 forint négyzetméterre felevelték másnap. Az azt jelenti, hogy legalább 50.000 forinttal kellene most többet fizetni a járólapért, és a kupon nem fogadják el rá, mert hogy tartósan alacsony áru termék. Jó. Mondom, én annyit nem fogok pluszba rááldozni a járólapra, megvárom a mai napot, a hétfőt vége a glamour napoknak. Mit ad Isten, levitték az árát 4500 forint négyzetméterre, de még mindig nem 3000, úgyhogy várok egy kicsit, hogy lentébb menjen, és majd csak utána rendelem meg, úgyhogy én glamour napokon semmit nem vettem. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, nem tudom mikor töltöm fel, jön a tavaszi szünet és előre készülök videókkal, úgyhogy lehet, hogy mire ezt feltöltöttem, már aktualitását vesztette az egész. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk egy legközelebbi videóban is. Sziasztok!